Folytatta kiváló sorozatát az FK Csíkszereda a labdarúgó második ligában. Az idei szezonban Zsinorban 11 mérkőzésen maradt veretlen a Csíki csapat. A 9. fordulóban a Csészémi Fogsán ellen 1-0-ra győzött I. és Robert együttese. Hazai környezetben folytatta veretlenségi sorozatát az FK Csíkszereda a labdarúgó második ligában. Az alapszakasz 9. fordulójában a Csészémé Fogsán csapatát fogadták. A leginkább a csíki játékosok építkeztek, de csupán egy kaput eltaláló lövésig jutottak. A második félidő elején, a 48. percben a házigazdák gólfelelőse, dolni lövése a jobb alsóban kötött ki. A mérkőzés utolsó negyed órájában az ellenfél veszélyeztetett többet, de Maradt végig az 1-0. Ez a csapat is, amit kielemeztünk, sokkal többet mutatott, sokkal több problémát csinált számunkra. Üh nagyon szervezetten védekeztek, nagyon mélyen, effektíven nem is voltak területeink, ahova mögé be tudjunk játszani és helyzetet tudjunk kialakítani. Viszont így is azért jól bontogattuk, meg voltak a lehetőségeink. Sajnos ez a baj, hogy nem tudjuk a másodikot megrugni, és akkor tényleg tiszta szenvedés az utolsó 10-15 perc. Dolni az idényben a hatodik gólját is megszerezte, aki szerint nehéz dolguk volt a pályán. Nagyon nehéz ellenfélel találtuk szembe magunkat, de megpróbáltunk játszani, próbáltunk lehetőségeket kialakítani, és vártuk a gólt. Az meg is jött, és egy nullára nyertünk. Három fontos pontunk van, és nagyon boldogok vagyunk. A jelenleg veretlen Csíkszereda úgy mehet a két hetes pihenőre, hogy hét ponttal vezeti a labdarúgó második liga rangsorát.